Oldtimer autók motorjai zúgtak fel az első Völtség Historic Regularity Rally Bonyhádi rajtjánál. Ebben a versenyágban 30 évnél idősebb autók vesznek részt. Itt nem a gyorsasága fontos, tehát A-ból B-ben nem minél gyorsabban kell odaérni, hanem a speciális szakaszokon, úgymond ott mérési pontokon megadunk egy speciális átlagsebességet az itiner szerint, és azt nekik végig kell tartani, ha 10 kilométeren keresztül 25 km per órát adunk meg, akkor 25-tel kell végig menni, ha 45-t, akkor 45-tel, és itt az jön a nehézségbe, hogyha ha utolér a versenyző egy lassú járművet, egy traktort, és bekésik, a navigátornak folyamatosan kell tudnia, hogy jelen pillanatban hol van, és az itiner szerint hol kell legyen. Bonyhátról rajtoltunk el. Az első időellenző pont az hosszú hetén Kivestetőn volt, teljesítettek több mint 67 kilométert a versenyzők, érintették Komló belvárosát, Pécsen keresztül mentek, és úgy érkeztek meg Kivestetőre. Kivestetőn 25 percet eltöltöttek, ott elfogyasztottak egy frissítőt, egy kávét, Mostóba elmentek, utána a következő elrajtoltak 25 perc után, a következő megálló Vásárosdombon volt, ott megemérdett mindenki. 13 óraktól rajtolt az első versenyautó, következő megálló az Lengyelen volt az Abonyi kastélyban. Ott szintén egy 25 percet eltöltöttek, majd Zombán egy falu nappal összekötött pihenő volt a versenyzőknek, és utána érkeztek Szedresre, ott szintén egy 25 percet eltöltöttek, és a cél az Bonyhád volt. Ma reggel 9.30-kor szintén elrajtolt a mezőny, Pécsen keresztül az elkerülő felmentek az Orfői Szerpentines pályán, és Magyar Hertelenden volt az időellenző pontjuk, ott szintén eltöltöttek, 25 percet pihentek, és akkor Magyar Egregyen keresztül visszajöttek Bonyhádra. A versenyautókat évjárat alapján sorolták be. Van 4 kategória évjárathoz, illetve akik nem tartoznak be ebben 4 kategóriába, tehát 94-nél fiatalabb versenyautóval vesznek részt, azok kapnak egy modern kategóriába indulhattak, illetve akik 2000 fölötti évjárattal indultak, azok meg, tehát modern klub az előző elnézést, akik meg 2000 fölött, az meg modern kategóriában vesznek részt a versenyen. A rallyra érkeztek többek között Audival, Mercedes-szel, Porsche-val, Toyota-val és Ladával is. Úgy érzem, hogy jól sikerült, vannak dolgok, amin finomítani kell, természetesen az első verseny az nem hibátlan. Ezt a jövő következő versenyre szeretnénk kijavítani, tudjuk, hogy mit hibáztunk, és azt jövőbe orvosolni szeretnénk. A Bonyhádi Önkormányzat 500 000 forinttal támogatja a rendező egyesületet. Úgy gondolom, hogy nagy megtiszteltetés bonyhádiaknak is az, hogy idén először, a 2016-os kezdetek óta először rendezőként veszünk részt ezen a versenyen. Ez számomra nagyon szimpatikus ez a verseny. Távol áll a Forma 1-nek a benzingőzétől. Itt egész más szabályok szerint versenyeznek a versenyzők. Ráadásul gyönyörű autókkal, gyönyörű oldtimer autókkal. Itt a szabályozottságon van a hangsúly, az, hogy minél szabályosabban tegye meg a versenyző a távot. Nagyon örülök neki, hogy a Völtség, a mi kis szűke pátriánk is lehetőséget kapott erre. A városunk, mint ahogy az összes civil szervezetet, illetve sportegyesületet, a Völtségi Regularity Rally Egyesületet is támogatja 500 000 forinttal az idei esztendőben. Az egyik Veresegyházáról érkezett páros pozitív tapasztalatokról számolt be. Nagyon élveztük a versenyt. Egy ideje már járunk ilyen versenyekre, ez a Bonyhádi ügy most az első alkalom volt, és az első alkalom volt, hogy a feleségem volt a navigátor, úgyhogy ez egy új próbálkozás volt nálunk is. Mi a C kategóriába indultunk, és hát a navigálás legjobb része az, hogy eltaláljuk a kezdetektől a célig, és jól irányítsuk a sofőrt. A szervezők megköszönték a támogatók segítségét is.